Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, a mai nappal befejeződik a karácsonyi ünnepkör, a karácsonyi idő, Urunk megkeresztelkedésének ünnepével, amit a mai vasárnapon tartunk, megkezdődik az évközi idő. Megkezdődnek a szolgálatnak azon napjai, amelyekben igyekszünk tanúságot tenni az Úr Jézus iránti szeretetről, és őhozzá hasonlóan Isten gyermeki állapotunkban igyekszünk Istennek kedves gyermekeivé lenni. Szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit, akik ma velünk együtt ünnepelnek, úgy, mint már az elmúlt évek során is vasárnapról vasárnapra, hogy erőt gyűjtsünk az igéből, az eukarisztia ünnepléséből, Isten gyermeki szolgálatunk feladataihoz. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor is sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és imasztással. Én védkem, kérem azért a boldogságos, minden korszakből elszűzmányát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz Istenünkhöz. Hirdalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön mindenség, a jó akaratú embereknek, dicsőítünk Téged, a
Mindenható örök Isten, Te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust, mint szeretett fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és leszállt rá a Szentlélek. Ott kérünk, hogy mindig kedvet teljék bennünk, fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, íme az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Nem kiált majd, nem emeli föl a hangját, és szava sem hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a nemzetek. Én, az Úr hívtalak meg igazságban, én fogtam meg a kezed, és én formáltalak. Általad kötök szövetséget népemmel, és adok világosságot a nemzeteknek, hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadíts ki a börtönből a foglyokat, és a tömlöcből azokat, akik a sötétben ülnek. Ez az Isten igéje. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Kornélius házában Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta. Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt, és az igazságot cselekszi. Isten a tanítást Izrael fiainak adta, és a béke örömhírét hirdette Jézus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egész Júdeáig, attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget. Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal? Ő pedig, amerre csak járt, jó tetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten.
Ez az Isten igéje. Legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus elment Galileából, a Jordán folyó mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltakozott, neked kellene megkeresztelned engem, s te jössz hozzám. Jézus azonban így szólt, hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos. Erre János engedett neki. Jézus pedig megkeresztelkedett, mihelyt feljött a vízből, íme megnyílt az ég, és látta Isten lelkét galamb módjára magára szállni. És íme hang hallatszott az égből, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem tellik. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és a televíziók mellett. Urunk megkeresztelkedésének ünnepén az első évközi vasárnapon egy különös fogalom hatja át az ige liturgiát, a szentírási olvasmányokat. Igen, ritkán fordul elő, hogy nyomon lehet követni egy-egy fogalmat mind a három olvasmányban. A mai napon azonban ezt megtehetjük. Az első olvasmányt Izaiás könyvéből hallottuk. Az Úr szolgájáról szól a tanítás, a jövendőlés a 42. fejezetből. Az Úristen küldöttje, az ő szolgája, akit támogat az Úr, és akiben kedvetelik az Úrnak, akire kiárasztja lelkét, és igazságot visz a nemzeteknek. Biztató szavaiban ezt mondja szolgájának az Úr. Én az Úr hívtalak meg igazságban, én fogtam meg a kezed, és én formáltalak. Az apostolok cselekedeteinek könyvében, egy pogány család körében
Péter apostol szólal meg, a pogányok meghívásával kell szembesülnie az apostolnak, hiszen ez a pogány római család, akit aztán megkeresztel Cornélius és családja, az Úr követője lesz. Betölti őket is a Szentlélek. És amikor felszólal a családi körben, az apostol azt mondja, valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Miután a tisztátalan élőlények látványát látta Péter apostol, és megértette azt, hogy amit az Úr tisztának teremtett, azt az ember ne tartsa tisztátalannak, arra is rá kellett döbbennie, hogy az emberek eleve nem lehetnek tisztátalanok, hanem személyes döntés alapján lesz valaki kedves Isten előtt, vagy pedig tisztátalanná. Az ember megteheti, hogy az igazságot cselekedje. Amikor az Úr Jézus megkeresztelkedik, keresztelő Szent János tiltakozik, neki kellene alávetnie magát a keresztelési szertartásnak, a megmerítkezésnek, vagy leöntésnek. Ez nem tisztázott, hogy pontosan milyen módon is történt ez, de nem is ez a fő kérdés, hanem keresztelő Szent János tiltakozására azt mondja az Úr Jézus, hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos. Bizonyára ki tudtuk szűrni a mondatokból azt a szót, fogalmat, ami kiemelkedően fontos a mai ige liturgiában. Ez pedig az igazságnak, az igazságosságnak a fogalma. Tudjuk jól, hogy a két szó az különbözik ugyan. Itt most inkább az igazságosságról gondolkodunk. Ez pedig olyan állapot, olyan magatartás, amikor valaki magát, az igazságot éli meg az életében. Az igazság és az ebből adódó magatartás, amit igazságosságnak mondhatunk, sajátosan azt jelenti, hogy az ember őszinte életet akar élni. És hívő módon azt jelenti, hogy az ember Isten szándékaihoz szabja tetteit, ennek megfelelően formálja lelkiismeretét, és igyekszik megtenni Isten akaratát. Az igazság azt jelenti, hogy egy dolog betölti a rendeltetését, hogy egy kijelentés megfelel a valóságnak. Akkor mond valaki igazat, hogyha olyan közlést tesz, amely megfelel az ő belső gondolatainak, jól megformált ismereteinek. Valaki akkor mond igazat, amikor a belső lelki világa, a külső magatartása és szavai, ezek megfelelnek egymásnak. Ha a tény megfelel a valóságnak, akkor igazságról beszélünk. Egy híradás, egy közlés akkor lesz igazság, hogyha valóban a megtörtént valós tényeket közlik az emberekkel, tehát a valóságot tárják a világ elé. Ezek a hétköznapi igazságfogalmak. Isten igazsága azt jelenti, hogy ő mindent őszintén tesz értünk, önmagát adja nekünk, és a legfőbb jó akarattal vesz körül bennünket,
és az ő követelményeiben, szándékaiban minden a javunkat szolgálja, az életünket és a boldogságunkat. Ez Isten igazsága, és ilyen módon nyilatkoztatja ki önmagáról az Úr Jézus, hogy én vagyok az igazság. Az igazságosság, mint állapot, mint jelenség, mint magatartás, azt jelenti, hogy mindennek megadjuk a maga módját, mindenkinek megadjuk azt, ami jár neki. Ez erkölcsi értelemben az erények egyike, az igazságosság erénye. De a három olvasmányt átjáró, mint egy átszövő igazságosság fogalom egészen mást jelent most sajátos értelemben. Azt jelenti, hogy az ember igyekszik kedves lenni Isten előtt, válaszol Isten szeretetére, és megteszi Isten szándékát szeretetből, bizalomból, mert elfogadjuk, elhisszük azt, hogy Isten valóban jót akar nekünk. Az ő igazságossága azt jelenti, hogy a legfőbb jót kívánja számunkra, hogy éljünk és boldogok legyünk. Így módon küldi szolgáját az Úristen a világba, aki majd az ő saját fiaként jön közénk, Jézus Krisztus személyében, de a próféta több száz évvel korábban megjövendöli azt, hogy igazságban küldi ezt a szolgát. Igazságot visz a nemzeteknek, vagyis Isten akaratát fogja tolmácsolni. És ezért igazságban hívja meg, olyan valakit küld, aki megfelel az ő szándékainak. Mindenben megteszi Isten akaratát. Kornélius házában is így értekezik Szent Péter apostol, nem a származás számít, nem az Ószövetség népéhez való tartozás, az ószövetségi törvényeknek betű szerinti megtartása, hanem az ember Isten iránti szeretete, az Úrnak adott válasza, mindenkit meghív Isten az ő gyermekeinek sorába, aki az igazságot cselekszi, úgy, mint az Úr szolgája, aki eljött közénk, aki vállalta értünk azt, hogy példát adjon az emberi jó akaratra, hogy vágyakozzon az ember Isten szándékainak megvalósítására, hogy igyekezzen az igazsághoz szabni tetteit az ember. Ezért megmerítkezik az, aki bűn nélkül való és soha bűnt el nem követett, megmutatja a bűnbánat jelét azoknak, akik bűnbánatra szorulnak, ezért engedi, hogy a keresztelő, aki inkább szeretné, hogy őt keresztelje meg Jézus, mégiscsak megmerítse vagy leöntse őt a Jordán vizével, és azt mondja, hogy illő megtennünk az igazságosságot. Teljesítsük mindazt, ami igazságos. Kedves testvéreim, az ünnepi időszak lezárultával nem csak a szürke hétköznapok jönnek, hanem a mi Isten gyermeki szolgálatunknak további feladatai és lehetőségei. Amikor az Isten fiára tekintünk, aki megtette azt, ami igazságos. Mert ez a kijelentése ott a nyilvános működése kezdetén, amely a keresztelésben történt, ez a kijelentése azt jelenti, hogy mindenben meg akarom tenni Isten akaratát. Szent János evangéliumában olvashatjuk, hogy az Úr Jézusnak nincs más szándéka, nincs más vágya, mint hogy megtegye a mennyei Atya akaratát. Ezt a szándékot ismeri el a mennyei Atya az ő kinyilatkoztatásában, amikor azt mondja ott a Jordánnál,
Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Ugyanis nem 30 esztendős korában kezdi teljesíteni Jézus a mennyei atya akaratát, hanem az emberi fejlődésnek azon pontjától kezdve emberként, amikor ő már saját öntudattal, felelősséggel tudott gondolkodni és cselekedni, a megfelelő emberi életkorban, már gyermekként is feljegyzi róla Szent Lukács evangélista, hogy engedelmeskedett a szüleinek, és ezen keresztül, a magatartáson keresztül a mennyei atyának kinyilatkoztatta 12 éves korában, hogy neki atya dolgaiban kell munkálkodnia, Isten házában kell lennie. Így tehát egész életét az igazságosság jellemzi. Most Szent Máté tollából olvastuk, illetve az ő tollából származó szöveget elmélkedtük át, de tekintenünk kell a többi evangéliumra és többi apostolra, különösképpen Szent János apostolra, aki, mint szeretett tanítvány követte Jézust. Önmagáról mindig azt írja, a tanítvány, akit Jézus szeretett. Jézus szerette Jánost az igazságossága miatt, mert éppen úgy akart viselkedni, ahogyan ő viselkedett mennyei atyával kapcsolatban. János a példa arra, az apostol, hogy Isten ugyan mindenkit szeret, bennünket is szeret, mindnyájunkat, de hogy szeretett fiai legyünk, szeretett tanítványai, gyermekei, az rajtunk is múlik, megtesszük-e az ő igazságát, az ő szándékát, akaratát, bízva ő benne, aki mindent a javunkra fordít, és legfőképpen üdvösségünkre. Keresztelésünkkor bizonyára mindannyiunk keresztelő papja úgy érezte, hogy bennünket nem csak a Jóisten gyermekévé tesz a keresztségben, hanem azért imádkoztak értünk, mi is ezt tesszük minden egyes keresztelésnél, hogy kedves gyermekei legyen a megkeresztelt ember Istennek, ne csak gyermekévé váljon, hanem kedves gyermeke maradjon őszintességben, az igazságosságban. Ezt kérjük ma is mindnyájunk számára, hogy ne csak állapotként legyünk mi Isten gyermekei keresztségünk révén, hanem meg is tegyük mindazt, ami igazságos, akarjunk is kedves gyermekei lenni Istennek, és egykor rólunk is, főként az ítéletkor kimondja szerető mennyei atyánk, ez az én szeretett gyermekem, akinek életében kedvem telt. Amen. Hiszek az egy Istenben,
imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavában, hiszen az egy szent, katolikus és apostoli a Szent Egyházban, valóban az egy keresztjére, a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását, és az eljövendőtől életet. Amen. Véreim, hogy a világ meglássa bennünk, Isten kedves gyermekeit. Add, Urunk, hogy Jézus lelkületével közeledjünk az emberekhez, alázatosságban és szeretetben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, Krisztus lelkületét püspökeinknek, papjainknak és mindazoknak, akik segítik munkájukat. Add, Urunk, hogy a népek és a fajok között megszűnjék minden igazságtalan megkülönböztetés. Add, Urunk, hogy Jézushoz hasonlóan mi is mindenben teljesítsük szent akaratodat. Add, Urunk, hogy minden megkeresztelt gyermek megőrizze a fogadott fiúság kegyelmét. Istenünk, Te a mai napon kinyilvánítottad, hogy Jézus a Te szeretett fiad. Add, hogy akik a keresztségben vele egyé lettünk, mindvégig hűséges gyermekeid maradjunk, Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
Fogadd el, Istenünk, áldozati adományainkat, amelyeket Szent Fiad megkeresztelkedésének ünnepén elét hozunk. Kérünk, hogy híveid adománya Krisztus áldozatává váljék, aki irgalmasságában a világ bűneit eltörölte, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, te csodálatos jelekkel vetted körül Jézust, amikor megkeresztelkedett a Jordán vizében, mennyei szózatot hirdette, hogy igéd itt lakik köztünk. A galamb képében leszálló lélek tanúságot tett arról, hogy Krisztust a te szolgádat az öröm olajával fölkented, és a szegényekhez küldted az üdvösség jó hírével. És ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, s hangos szóval vég nélkül zengjük. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára,
Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Hadd, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot,
és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek, ezért kérjük. Urunk Jézus Krisztus béke fejedelme, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Ha nincs rá lehetőség, hogy valósággal megáldozz a Szent Misén, áldozzál legalább szívedben és lelkedben égő vágyakozással egyesülve az üdvözítő életadó testével. Szalézi Szent Ferenc. Jézusom, Istenem!
Hiszem, hogy irántam való szeretetből szenvedtél és meghaltál a keresztben. Hiszem, hogy az oltári szentségben jelen vagy, mert te mondtad, aki örökké igazmondó vagy. Jézusom, Istenem, mindennél jobban szeretlek. Teljes szívemből és minden erőmből szeretlek, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Irántad való szeretetből szánom és bánom, hogy megbántottalak. De többé nem vétkezem, inkább meg akarok halni, mint vétkezni. Utánad vágyódik a lelkem. Jöjj Jézusom, jöjj szívembe, és maradj velem. Átkarolja, mintha valóban bennem volnál. Örök hála a jóságodért. Amen. Könyörögjünk, szent lakomádban részesítettél minket, Istenünk. Húzgón kérünk, hogy egyszülött fiat tanítását készséges szívvel hallgatva Isten gyermekeinek hívassunk, és valóban azok is legyünk. Krisztus, a mi Urunk által.
Kedves testvéreim, nagy szeretettel hirdetem, hogy megkezdjük az évközi időt, amely a mai homília gondolatai szerint is mindennapi tanúságtételi lehetőséget kínál számunkra, hogy Isten gyermekeinek bizonyuljunk, szeretett gyermekei legyünk Istennek. Hírlevelünk az elmúlt héttől, vagyis január 1-től kezdve Angyalszó címmel jelenik meg. Ez az elnevezés és az új formátum is jobban illik a plébániai, úgymond logó rendszerhez is, és a plébániánknak a megjelenési formáihoz és eszmerendszeréhez. Próbáljuk építeni az élő közösséget, és ennek érdekében képviselőtestületünk javaslatára közösségteremtő szándék megfogalmazására kínálunk találkozási lehetőséget. Nem könnyű átadni a hitünket, tanúságot tenni erről másoknak, hogyan fogjunk hozzá, hogyan legyünk befogadó közösséggé. Ezekre adhat választ egy módszer, amelynek elindításához Fábri Kornél atyát is megkértük, aki az eukarisztikus kongresszusnak a szervező papja, és az előbb említett közösségépítő módszerekben jártas. Mindenkit hívunk szeretettel, korhatár nélkül, január 21-én szombaton délután 5 órától este 9 órá között a közösségi házunkba. Kérjük azonban az előzetes jelentkezést itt a portaszolgálatnál. Mindenkire számítunk, aki a kő épület építésén felül az élőkövek közösségét igyekszik építeni. Közösségépítés az arándoklat is. Az elmúlt esztendőben elmaradt a lengyelországi útunk. Március 7-e és 11-e között délvidéki testvéreinkkel, Melánia nővérrel szövetkezve zarándoklatot hirdettünk Lengyelországba. Ez most költségesebb, mint az elmúlt évben meghirdetett, mivel több napos is, illetve gazdagabb a program, és minden belépőt és egyéb költséget is hozzá kellett számítani a részvételi díjhoz. A részletekről a portaszolgálaton érdeklődhetünk, ott vannak a szórólapok, és a honlapunkon is megtekinthető a zarándoklat hirdetése. Idén is megrendezésre kerül a budai egyházközségek farsangi bálja, ez egyébként az elmúlt évben elmaradt, de folytatódik ez a hagyomány, már legalább 17. alkalommal. Február 11-én szombaton lesz este 7-től hajnali 2 óráig a MOM kulturális központban, a Csörsz utcában. Lehet jelentkezni, a belépő jegyeket majd gangánál, illetve a portaszolgálatnál találjuk. Részletekről a hírlevélben olvashatunk. Immár 11 esztendeje lesz január 15-én, majd ez a jövő vasárnapon, hogy megszólalt Budapesten a Magyarországi Mária Rádió. Személyesen is érintett vagyok ebben a dologban, ezért ez az évforduló számomra mindig kedves emlékezés a rádió elindulásához, amely még annak idején előző helyemen Farkasréten történt. A Jóisten áldását kérjük mindnyájunk életére, kérem a televízió kedves nézőinek életére is a kegyelmet, az áldást, ami természetesen most arra irányul, hogy ne csak Isten gyermekeinek hívjanak minket, ne csak állapotunkban, keresztségünk által legyünk Isten gyermekei,
hanem szeretett gyermekei legyünk, tetteink, tanúságtételünk által. Végezetül még azt hirdetem, hogy vízkereszt ünnepén vizet áldottam meg, még van a szentelt vízből, itt az oltár előtt, aki szeretne vinni, megteheti a szentmisét követően, megfelelő edény birtokában, vigyetek haza magatokkal szentelt vizet, amely imádságainkat kíséri, és otthonunkat is megáldja, minden ártó hatalmat távol tartva, imádsággal tőlünk, és a Jóisten áldását kérve számunkra. Az Úr legyen veletek! Isten, aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott meg titeket, árassza rátok jóságosan áldását, tegye álhatatossá szíveteket a hitben, a reménységben és a szeretetben. Minthogy hívő lélekkel követitek Krisztust, a sötétségben felragyogó világosságot, aki megjelent a világban, tegyen ő titeket világossággá, testvéreitek számára. Földi zarándoklásotok végén pedig jussatok el Krisztushoz, akit a napkeleti bölcsek a csillag vezetése alatt kerestek, és nagy örömükre meg is találták, mint az igaz világosságot. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátántól is kísértése jelenlévő gondolom, esetez meg évünk, parancsoljon neki az Isten, de pedig mennyi sereget közére, a sátán és a többi gonosz szellemek, akik a legkedvesztének körülállam a világban, Isten elejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benne, Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörögj érettünk, Szent Pió atya, könyörögj érettünk, magyarok szent őrangyala, könyörögj érettünk, mindnyájan szent angyalok, könyörögjetek érettünk, Istennek minden szentjei, könyörögjetek